Kezdik az arany kis csapatom. Tama, Labi, Impike és Bözsi drágánk, és Nikinek a Sweet. És Tama fölmegy, csikózgatunk, Impike hazajön, itt kizabolunk, kettő még parikba hagynapozzon, Lordika és Impike, nagyon friss volt, illetve Panis, nem Impi. Anya, tehát fölmész, jó? Azt ott kezdjük el a csikókat, de nem volt olyan vész vagy. Hát azért csinálta. Hát mindig csinálja. De már ismer. Mikor jön a Bence? Sajnos ünnepek után. Hát mit csináljak? Hívtam szerinted hányszor. Nagyon szépen el volt. Hamikája már be is van neki. De kapott dupla kaját. Holnap vagy? Szuper. Szuper. Most már azért kiismered őt egy kicsit. Nyugodtan fordulj haza, és itt kizabolunk mi. A kettőt meg majd a legvégén behozom. Na mi van, összenőttek? De esküszöm neked te. De hülyék vagytok. Olyan lelki világuk van a lovaknak, nekem nem mondja senki, hogy nincs baszki. Gyere, gyönyörű. Bözsike, drágám. Ő a kis rettegős, ízés. Biztos, hogy szerelmesek lettek. Ezt most már innen látom. Gyertek. Egyből csikózunk. Pejt megzavarni, fölülsz rá valaki, vezetőló. Csúcs, Longy, jön az Oli is segít. Pörögjünk, én itt kizabolok, és ezeket még kinhagyom jó sokáig. A Lordika is hagynapozza, meg a Panis. Az nagyon friss volt. Az nagyon friss volt. Jó van, drágáim! Ez kell nekem. Várj, egy istálóba is állnak, látják egymást. Igen. Szembe van. Na menjetek, cilukáim, azt csikózzunk, pörgessük le, haladjunk. Én pörgök, az biztos. Jó, hú, de friss volt, Paniszka. Pi-jaj-jaj-jaj-jaj. Na, Ivett, drágám, nagyon ügyike voltál. Egy szavunk nem lehet. Semmi vész fele. Igen, amúgy is van neki egy kicsi, meg most pláne, hogy... Jó van, baba. Pláne, hogy ez a kis szájacskája is, de most már kap... Nem, dupla hamikát kapott. Kizabolunk itt, jó? Egyből vedd le a cejgot. Gyere, ő már kapott, és kizaboljuk a hármat, és megyünk fel. Annyit kéne majd, hogy szedünk egy kis árpát, ide még lehozok, van, de hogy legyen nekik bőven. Zabunk van, tápunk van. Baszki, ne csukd be az ajtót! Tudtam, hogy mit hagyok ki. Istenem! Hát tápot nem adtam neki, te szégyen szemre. Hát ahogy az Istenbe felejtek ki ilyet. Ez nagyon jó anyag. Gyere, babám, bocsi! Hát ezt kihagytam neki. Na gyere, ne szórd ki. Mennyi? Ennyi, baba. Ennyi, babika. Jaj, de finom neki. Ilyen nagy fülű lovakat veszek, ilyen laska fülőeket, vagy miket. Anya, jó, húzd át. Jó, aztán kizabolunk. Az egy kis masszázs, ilyenkor nekik aranyat ér munka után. Abba biztos vagyok. Szőr ellen, szőr mentén egy kicsit. Föllazítom nekik, puf, már ég is föld. Hát ki ismered őt, nem? Persze. Mindegy, lónász biztos, amikor kéri nagyon a szárat valahogy, egy kicsit dobja magát, így szoktuk, inkább engedd. Mert fogod, az nem jó. Adod, hopp, és akkor egyből szépen parírozom, megint vissza. Megint engedek, tehát nem belefogok. Jó nyom le, hogy ne szórja szét a izét, addig én elkezdem. Semmi vész. Meg kell ismerni egy lovat ráadásul. Minden oké. Kizabolunk.